Szerencsét hozott a 704-es rajtszám, a győri csapat ugyanis felülmúlt a tavalyi negyedik helyét, és bronzérmet szerzett az idei rotterdami versenyen. Zámbó Zoltán 3 éve pilótája az alternatív hajtású járműnek. Idén sajnos nagyon rossz időt fogtunk ki Rotterdamba. Nagyon szeles és nagyon esős időjárást. Valamelyes javult a hétvége fele az időjárás, de még mindig nem volt olyan jó idő, mint a tavalyi évben. Ezért nem is nagyon vártunk nagy előrelépést már ott kint a versenyhelyszínén. De ennek ellenére sikerült megjavítanunk a tavalyi elért eredményünket, és ennek köszönhetően sikerült megszerezni a 3. helyezést. Ez betudható mind a gépészeti, mind a villamos fejlesztéseknek, és ez nagyon jó tükrözi a villamos fejlesztésünk visszaigazolását, hogy egy technikai külön díjnak a második helyezettje lett a csapat. A Szenergy csapatát 30-40 egyetemist alkotja, leginkább gépész, villamos és mechatronikai mérnökhallgatók tervezték meg és építették az elektromos autót. Ez a jármű egy nagyon komplex mérnöki feladat eredménye. Nagyon komplex mérnöki munka eredménye. Arra gondolok, hogy maga a váz az egy gépészmérnöki alkotás. Az, hogy ez a jármű gurulhat, hogy van kasznia és a többi. De nagyon fontos az, hogy például a napelemről hogy kell begyűjteni az áramot, az hogy kell eltárolni, hogyha arra éppen nincsen szükség. Hogy az egyes alkatrészek hogy kapcsolódnak egymáshoz, úgy értem, hogy informatikailag milyen feladatokat kell ellátni az egyes egységeknek, hogyha valaki kormányoz, a sebessége, a GPS jel, és még sorolhatnám. Tehát mindösszesen az egész mérnöki munkára szükség van. A csapatnak Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is gratulált. A politikus szerint az innovatív ötletek mellett fontos volt az egyetem és a környékbeli vállalkozások támogatása. Egy kicsit globálisabban nézzük, akkor azok a legerősebb régiók és legerősebb települések Európában, ahol modern járműgyártás van, ez Győrben ugye megvalósult, itt van az Audi, több mint 11 ezer főt foglalkoztat, azonban a hátteret is, a szakembereket is biztosítani kell, és ennek egyik főbázis a Széchenyi István Egyetem, és amikor ilyen eseményen van az ember, akkor megnyugszik, mert azt látja, hogy a fiatalok, akik kreatívak, innovatívak, biztosítani fogják a jövőt. A Szenergy Team jövőre a tervek szerint egy vadonatúj autóval indul majd a rotterdami versenyen.